Dallal, tánccal, mókás jelenetekkel búcsúztatták a telet a Belvárosi Idősek Klubjában. Az idősek és a gondozók hetek óta készültek a farsangra. A vidám délután egyben a közösségi élet újjászerveződését is jelentette, mivel ezek a rendezvények az elmúlt években sorra elmaradtak. Alkalomhoz illő, ötletes jelmezekben vonultak fel a szépkorúak. Az egyik klubtag kérésére Cseh Németh Éva is elegáns ruhában jelent meg. Ezen most már nagyon nagy szükség volt az időseknek. Ugye megszokták, hogy mi jó kis közösség vagyunk, jó kis csoportok, szeretik az ilyen kis zenéset, rendezvényeket idézőjelbe, de most csak ilyen önálló kis közös éneklésekkel tudjuk megtartani a élő zenével még. Nem sajnos, talán majd egyszer arra is sor kerül, de így is nagyon jól érezzük magunkat. Kovács Lászlóné 17 éve él egyedül. A klubban igazi, befogadó közösségre talált. Megtaláltam ezt a klubot, hát egerszegi vagyok, és valami rendkívül jó, hogy idejöttem, mert itt meggyógyultam. Nagyon jó a személyzet, a vezetők, segítőkészek, aranyosak, a társak. Én nagyon nem szeretnék innen elmenni, itt nagyon jó lenni. Itt csak az ember megfiatalodik, és elfelejti buját, baját. Margit néni az egyik jelenet szereplője volt, így nem volt szüksége jelmezre. Berke Jenőné viszont háziasszonynak öltözött. Háziasszonynak öltöztem be, és ma ebédet fogok főzni, de a férjem nem ment el a boltba, itt csak egy kis mácsikot tudtam főzni, és ma meztelenül fogjuk elfogyasztani. A jó hangulatú mulatságot sok szervező munka előzte meg. A tombola tárgyakat a környékbeli vállalkozók ajánlották fel. A terített asztalokra pedig azok a finomságok és sütemények kerültek, amit a klubtagok, illetve a dolgozók otthon sütöttek, főztek.